Egy gumibotért két gumibotán. Ugye? Na? Jó ember vagyok én, mi? Na? Most azon tűnődök, hogy 18-tól 40-ig 22 év kellett ahhoz, hogy rájöjjünk, mennyi jó ember között élünk. És mennyi jó ember voltak, aki a dolgainkat igazgatta. Na, ugye? Ha? Te nem szégyelled magad? Maga lehet, hogy elfelejtem. Igen? Hogy én? Mit? Maga lehet, hogy elfelejtette. Én is magyar vagyok. Szép, János, Biros. Fiatalok az új határ túloldaláról. Fiatalok most serdült legények, fiatalok, akik nem akartak Románia katonái lenni. És ezek a fiatalok, én már mint hontalanok, amikor a szatmári bevonulást közvetítette a rádió, egyszerre sírtak és kacagtak. És újjongva kiáltották ők is, hogy éljen a magyar hadsereg! Pedig csak mi voltunk ott. Csak mi voltunk ott, és senki más. De már piros, fehér, zöld zászlót vartak asszonyaink a belső szobában. Már két fejű hevert kidöntve a kertben, és várta, hogy 10 kapuvá legyen. Már olyan volt az ég kupolája mezőink felett, mintha a magyar Szent Korona csillogó árnyéka rávetődött volna a messzeségből. még sincs rendjén, hogy úgy érzek itt fenn, mint a vadak. Na! Hát én csak egy parancsot teljesítettem. Ugye tudod? Meg hát magyar is lenne nálunk, hogyha történne valami. Egy évvel ezelőtt, meg éven át. Ugyanígy értünk idefönn. És akkor vajon miért nem jutott az eszedbe, hogy nem való nekünk úgy élni, mint a vadaknak? Jó! Na jól van. Nem menjünk hozzá. De sokáig nem maradunk a nyakadon, mert az erdőt sem akarom végleg elhagyni. És mondd! Az igaz, hogy most nekünk majd el kell költöznünk, mert különben legyilkoltok bennünket és felmeszitek a vagyonunkat. De én ezt nem tudom elhinni. Hát, mondd, rossz emberek voltunk mi. Váltottuk mi valaha is a magyarokat. Mondd, hát lehetséges az, hogy váltotok minket. Ez nem lehetséges. Mi nem bántunk senkit. Mi csak éppen egyformát szeretnénk lenni. Hogy amit nektek szabad, az nekünk is szabad legyen. Na, elfél. Magyarországon nem volt ilyesmi soha, és nem is lesz. Magyarországon minden ember egyformán ember. Hát tudod, azért én mégiscsak félek. Mert hát a mi papunk mindig azt mondta a templomban, hogy szemed szemért fogad fogél. És hát a románok nagyon sok rosszat tettek veletek. Hát ha nem is én, de a többiek. Látod, a mi papunk nem mondott ilyesmit soha. A mi papunk azt mondotta, hogy ha megütik az egyik arcodat, akkor tartsd oda a másikat is. Ha megdobnak kővel, akkor hajigál vissza kenyérre. Jó, de akkor még nem volt nálatok a hatalom. És hát akkor könnyű békességről beszélni. De majd most mit mondanak a papjaikat? Belátom, durdukás. Nem éppen keresztény dolog. De minél konteltebb leszel te, annál világabbá válok én. Hogy egyedül, hol van a feleség és a hugocskája? Merre hagyta a hugocskáját? A feleségem Anikó szűrt, a hugom mellette van. Nekem is ott kellett volna maradnom, de nem bírtam magammal. Hát én sem! Látnom kellett! Nekem is! Most jönnek végig a Románia Várdi utcán! Kossuth utcán! Kossuth utcán! Most itt ki a Humék és a Fátrákul térre! Térre! Nem mindenki vannak! Istenem, itt vannak, csak itt vannak! A magyar király honvédség! Istenem! Hogy ezt is megélhetem, köszönöm Istenem, köszönöm! Éljen Magyarország! Éljen a magyar katonák! Éljen a magyar hadsereg! Éljen! Éljen! Adjon Isten székely testvérek! Adjon Isten! Hát ezt is megéltük, ugye? Éljen is tábornok úr! Éljen Magyarország! Éljen tábornok úr! Csak a ezredes vagyok. Éljen már én! Bár minden magyar ember ilyen lelkes hazafi lenne, mint ön. Éljen a magyar koronák! Az egész környéken magának van a legnagyobb nemzeti lobogója. Biztos 22 éven át műzi féltű szeretetlen. 22! Hosszú éven át! Itt belül lobogó! Magyarok lettek megint! Magyarok vagyunk eddig is! Éljen Magyarország! Éljen a magyar hadsereg! Éljen a magyar államfúr! Milyen foglalkozás a jó ember? Kovácsmester! Jelent nevalláson! Szolgálaton kívüli kovácsmester! És? Hogy hívják magát? Dukrai! Durdukás! Durdukás se lenni maga nem magyar származás? A maga vagyok én, kérem szépen! Ne nevetessék nézni, hanem az embert! Az voltál az igazi világ, kérem szépen! Amikor még a magyarok voltak az urak, a magyar főispán uraknak, a magyar szolgabíró urak, meg a magyar tiszt urak, azok kérem nem loptak, nem csaltak, nem hazudtak. Azok kérem mindig úgy beszéltek az emberrel, ahogy kellett. Én kérlek, magyar árra, meg egy magyar családot adottam a házamnál, ingyen! Mert ugye honnan a jegyző, hogy csúnyán kidobtad őket a házukból. Maradjon továbbra is ilyen lelkes hazafi, vagy gondol lesz magára. Isten áldja! Éljen a Kemenes úr! Azt hittem vége apáink világának, a mi világunknak. Azt hittem, már csak nekik áll a világ, azt hittem a miénk már örökké és örökre romhalva. Ebben éltem. És hogy nekem jobb legyen, én elnyomtam, elárultam, eltapostam. Utolsó ember voltam. Legutolsó, és a legutolsó után. Megtagadtam bennetek. Azt hittem, már csak nekik áll a világ. Azt hittem, a miénk már örökké és örökre romhalva. Ebben éltem. És hogy nekem jobb legyen, én elnyomtam, elárultam, eltapostam. Utolsó ember voltam, nem legutolsó, nem is a legutolsó után. Megtagadtalak benneteket, na, letagadtam elején. Elrománosodtam. Azért, mert hitetlen voltam. Attól tartok, még most is az vagyok. Én most is az vagyok. Én nem tudom, hogy mi vagy. Én egy szerencsétlen ember vagyok. Csak abban hiszek, ami van, ami megfogható, és ebben a világban az, hogy van, len, az a mérvadó. Én nem akartam lenni. Fenn akartam élni, érted? Ott, ahol fény, csillogás az élet. Távol a nélkülözéstől, szemben a szerencse istennője.